Az elhunytak hozzátartozói 10 évre szóló szerződést kötnek a temetkezés alkalmával. Akik nem fizetik a járulékot, először írásbeli figyelmeztetést kapnak, majd a vállalat sárga címkéket ragaszt a sírkövekre, és a helyi heti lapban is megjelentetik a nem fizetők listáját. Ha a sírhelyek bérlői 60 nap után sem törlesztik a tartozásaikat, akkor a vállalatnak joga van exhumálást végezni. Ebben az esetben a földi maradványokat egy közös sírban helyezzük el, és az üresen maradt sírhelyeket új bérlőknek adjuk ki. Nagybecskereken egy sírhely bérleti díja évente 577 dinárba kerül. A temető karbantartásáról és tisztaságáról a Városi Köztisztaság és Kertészeti Közvállalat dolgozói gondoskodnak, míg a sírhelyek gondozása a hozzátartozók kötelessége. Ez már régóta így van, de sok sírhely elhanyagolt, mert elköltöztek a hozzátartozók, vagy megfeledkeztek az elhunytaikról. A figyelmeztető sárga címkéket egyelőre csak néhány nagybecskereki temetőben alkalmazták a közvállalat dolgozói, de bejelentették, hogy az elkövetkező időszakban a többi városi temetőben is hasonló gyakorlatot vezetnek be.